Én nem ismerlek benneteket, de a Szentlélek igen. És pontosan tudja, hogy kinek mire van szüksége. Úgyhogy én most úgy leszek itt, mint egy forrás, amelyből mindenki meríthet, amennyit akar. És az én dolgom csak az, hogy folyjon a víz. A többi nem az én dolgom. Kockázatos dolog beszélni, és még kockázatosabb dolog titkokról beszélni, misztériumról, olyan dolgokról, amelyek meghaladnak engem is. De megpróbálom, és mivel a Szentlélek a főnök mindenben, ezért először én őt hívnám. Nem kell felállni. Mennyei Atyám, hálát adok neked, hogy elküldted a Szent Lelked első és legdrágább ajándékként mindegyikünknek. Hálát adok, hogy a Szentlélek erőterében élhetünk, és hogy ugyanaz a Szentlélek működik mindegyikünk szívében. Jöjj Szentlélek, és nyisd meg az értelmemet, és nyisd meg a számat, hogy a mennyei Atya dicsőjön meg ezeken az estéken, és nyisd meg testvéreim értelmét, szívét, és mutasd meg nekik, mi az, amire szükségük van, a többit pedig felejtsék el, kár volt elmondani, de azt a néhányat, ami nektek szól, kinek-kinek, azt vésd a szívükbe, és add, hogy megváltozzon az életünk. Övék is, az enyém is, hiszen nem vagyunk kész. Még nem vagyunk teljesek a szeretetben. Jöjj Szentlélek, és dicsőítsd meg a mennyei Atyát, itt és most, bennünk és közöttünk. Amen. Amit elmondok, az egy barátságból fakad. Jézus és az én barátságomból. Nem én találtam ki. Ha én találtam volna ki, akkor nagyképű lennék, és hőzöngenék, de meghívott valaki, jóval előbb, mint pap vagy püspök lettem, meghívott egy kapcsolatra, és ezt a kapcsolatot úgy kínálta fel, mint barátságot. Azt gondolom, hogy Jézusnak ez a mondata, hogy nem mondalak titeket szolgáknak, barátaimnak hívlak benneteket. Ez a barátaimnak hívlak benneteket, ez olyan mondat, amely még kibontásra vár mindegyikünk életében. Ez nem bratizás Istennel vagy Jézus Krisztussal, egy ajándék elfogadása. Ő hozta létre a feltételeit a barátságunknak. A barátok egyenrangúak, és mindenben osztoznak. Jézus, aki felajánlotta a barátságát, és barátainak hív bennünket, azzal, hogy megtestesült, valóságos ember lett, azzal megteremtette a barátság feltételeit, mert kiüresítette magát az isteni
lét, az emberlét korlátaiba. Egyenrangúvá tette magát velünk, és mindent átadott nekünk, amit az Atyától hallott, önmagát is átadta, mint egy jó barát, és várja a válaszunkat, hogy elfogadjuk-e a felkínált ajándékot, és válaszolunk-e azzal, hogy mi is osztozunk, megosztjuk mindazt, ami amink van, és amik vagyunk, ő vele. Félünk ettől a barátságtól, azt hiszem. Kérd a Szent Lelket, hogy bontsa ki ezt a kincset, és ezt a titkot kettőtök között. János Evangélium 15. fejezetében beszél Jézus erről a barátságról, és azzal folytatja, hogy barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Bár egyenrangúak vagyunk ebben a kapcsolatban, mert ő is valóságos ember lett, mégis ennek a barátságnak van ára. Ő megfizette teljesen. És a mi részünkről csak annyit kér, hogyha elfogadod a barátságomat, akkor tedd azt, amiről beszéltem neked. Barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsoltam, vagy mondtam nektek. A barátok szeretnek találkozni. A barátok szeretnek sok időt együtt tölteni. Együtt akciózni, együtt pihenni, együtt nyaralni, játszani. Három olyan mondatát hoztam Jézusnak erre a három estére, amelyre azt gondolom, hogy kimondta azt, hogy ha megteszitek, amit parancsoltam, vagy mondtam nektek. Az egyik a bocsássatok meg, a másik vegyétek és egyétek, én hozzátettem azt, hogy tegyétek. És a harmadik pedig, legyetek szentek. Nem én kérem, tőlem is kéri. Én csak kihangosítom azt, amit ő kér. Bocsássatok meg. Három dologról szeretnék ennek kapcsán beszélni. A megbocsátás, aztán a kiengesztelődés, és ami a legveszélyesebb kijelentése Jézusnak, szeressétek ellenségeiteket. Nem vettük komolyan. Vannak olyan mondatai Jézusnak, amit nem akarunk meghallani. És kitalálunk mindent, hogy miért nem kell. Ha követtük volna őt a megbocsátás, a kiengesztelődés és az ellenség szeretet útján, a világtörténelem másképpen alakul, és az egyház történelme is. Mert az egyháza lelke a világnak, a kovásza, ha átjárja a kovász a tésztát. Az egyház a show, ha tényleg teljesíti a küldetését.
Erről a három dologról szeretnék beszélni. Bocsássatok meg, engesztelődjetek ki szívből egymással, és szeressétek az ellenségeiteket. A megbocsátás nem érzelmi kérdés. A megbocsátás Jézus tanításában az adósságok elengedése. Erről egy példabeszédben számol be nekünk. Volt egy király, akinek 10 000 talentummal tartozott valaki. És hívatta, hogy fizess meg a tartozásodat. Hát elkezdett könyörögni, hogy engedd el, nem tudom megfizetni. És mert kérte, azonnal elengedte. Feltétel nélkül. Kiment, találkozott a szolgatársával, és folytogatni kezdte, mert az csak 100 dénárral tartozott neki, és ezt a 100 dénárt követelte rajta. És mivel nem tudta megfizetni, ezért tömlőzbe vetette. A szolgatársa jelentették a királynak, aki ugyanezt tette azzal, aki kérte tőle, hogy engedje el az adósságát, elengedte, és nem, ő pedig nem engedte el a társának. Kár, hogy nem imádkozzuk a mi atyánkba az áradékot a megbocsátásról. Ha ti megbocsátatok, akkor mennyi atya is megbocsát nektek. Ha nem, akkor ő sem tudja elengedni a ti adósságaitokat, mert ragaszkodtok hozzá. A megbocsátás az adósság elengedése. A kiengesztelődés az ennél egy kicsit több. Akkor engesztelődtem ki valakivel, hogyha hajlandó vagyok vele egy levegőt szívni. Tehát amikor megharagszunk akárkire, akkor megkérdőjelezzük azt a jogát, hogy ott legyen, ahol én vagyok. Mit keres itt ez az ember? És nem akarunk vele se találkozni, se egy levegőt szívni. Amikor kiengesztelődtem, akkor hajlandó vagyok abba a padba ülni a templomba vele, ahol netán még kezet is foghatunk. Ha kiengesztelődtem, akkor nem megyek át az utca másik oldalára, amikor meglátom. Hajlandó vagyok vele közösséget vállalni. Az ellenség szeretet még ennél is több. Hajlandó vagyok jót tenni vele, segíteni abban, hogy jobb legyen. Tulajdonképpen itt abba hagyhatnám, a többi, amit elmondok, az már csak egy kicsi részletezése ennek, ami a leglényegesebb. Egyedül a radikális, szabályszegő, elvárásokat átlépő megbocsátás képes megtörni kárhozatos világunkat, amelyben a kegyelemmel adok-kapok módon kufárkodunk. A kegyelem az egyetlen olyan ajándék, amelynek mentesnek kell lennie minden ellenszolgáltatásnak. Ellenszolgáltatástól teljesen ingyen van. Megdöbbentő, hogy Jézus tanításának a 2/3 közvetlenül vagy közvetett módon a megbocsátásról szól. Ez az evangéliumnak a szíve közepe. Kezdete és a vége. Amikor megbocsátunk, akkor egyszerre 3 jóságot tárunk fel. Amikor megbocsátok, akkor a másik jóságát választom a bűne helyett. Amikor megbocsátok, Isten rajtam átáradó jóságát tapasztalom meg.
és megtapasztalom a saját jóságomat is. Ez az isteni szeretetnek bámulatos koncentrációja, amikor megbocsátunk egymásnak. Azt gondolom, hogy nincs jövője a világunknak, ha nem jut el a megbocsátásig és az ellenség szeretetéig. Egyedül ez jelent kiutat az erőszak ördögi köréből. Mert úgy tűnik a keresztények számára is, hogy a gyűlölet mozgat mindent. És ezt a médiák, médiumok hatalmas erővel nyomják ránk. Fölnagyítják a rosszat, a bűnt, nem csak erről szól, de ez kap igazán teret és hírértéket, hírérték ennek van. És egyáltalán nem jutunk előre, csak nő a félelem. Miközben telekürtöljük a világunkat a rosszal, a bűnnel, ezzel nem megoldottuk, pedig azt hittük, hogy ha beszélünk róla, és ha kibeszéljük, akkor majd megoldódik, hanem csak nő a félelem, és a kétségbeesés, és nő az erőszak. Ezt az ördögi kört nem lehet megállítani másképpen, csak a megbocsátás útján, elmenvén egészen az ellenség szeretetéig. Majdnem mindig a félelem húzódik meg a gyűlölet mögött. Sok keresztény fájdalmas módon vasárnaponként egy órát imádja a szent bűnbakot, Jézust, miközben a hét többi napján másokból csinál bűnbakot. A zsidókból, a muszlimokból, az eretnekekből, a pogányokból, az erkölcstelenekből, a szegényekből, vagyis mindenkiből, aki nem olyan, mint ő, aki nem pontosan olyan, mint ő, abból bűnbakot csinálunk. És azt mondjuk, hogy ő az oka annak, hogy én most ilyen állapotban vagyok. Jézus tanításának a központja, középpontja az, hogy szeressük ellenségeinket, bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek, és támogassuk az elnyomottakat. Ha ezt meghallottuk volna, megszívleltük volna, és lett volna bátorságunk eszerint élni, akkor lehetetlenné vált volna, és elképzelhetetlenné az egyházon belül is a bűnbakképzés. A bűnbakképzéskor a világot mindig tisztákra és tisztátalanokra osztjuk fel. Természetesen mi a tiszták oldalán állunk, mindig. És mi mondjuk meg, hogy kik a tisztátalanok. Nagyon szeretem Jézust, aki tisztátalanná tette magát. Nem csak azzal, hogy megérintette a prostituáltakat, a leprásokat, a bűnösöket, és ezzel közösséget vállalt a tisztátalanokkal, hanem elment a legvégsőkig, hulla lett. A zsidók szemében a hulla volt a legtisztátalanabb. A főpap nem mehetett el halott rokonának a temetésére sem, mert tisztátalanná vált volna. Jézus pedig nem csak, hogy megérinti a halott ifjút Naim városánál, hanem maga is az lesz. Jézus ezzel a tettével elutasítja, hogy a világot tisztákra és tisztátalanokra osszuk fel.
szinte mindenkit bosszantva ezzel, mind a mai napig az egyházon belül is, meg az egyházon kívül is. Nem hallottuk meg, és nem láttuk, nem hallottuk meg, amit mond, és nem láttuk a példáját. Jézust meglepő módon nem a bűnösök háborítják fel. Ami annyira botrányos, hogy mind a mai napig a legtöbb keresztény nem is akarja észrevenni. Ezért büntelent játszik. Jézust igazán az bosszantja, amikor valaki azt gondolja, hogy nincs bűne. Azért jöttem a világra, olvassuk a János Evangélium 9. fejezetében, hogy ítéletet tartsak. Akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, elvakuljanak. Meghallott ezt néhány körülött álló farizeus is, és megkérdezte, csak nem vagyunk mi is vakok? Jézus így felelt, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De ti azt mondjátok, hogy látunk. Ezért megmarad a bűnötök. Mivel tisztákra és tisztátalanokra osztjuk fel a világunkat és az egyházunkat is, ezért Jézusig a vallás úgy gondolta, hogy az a feladata, hogy kiűzze a tisztátalant a sorai közül. Jézus után már tudjuk, hogy a bűn igazából a kiűzetésben áll. És nincs hova kiűzni a gonoszt, mert az ellenség igazából mi magunk vagyunk. Mert bennünk is ott van a konkoly. Nehéz beismerni, nehéz felismerni, és hogyha fel is ismerjük, mert azt könnyen kimondjuk, hogy de ez én bűnös. Én bűnös ember vagyok. Tényleg? Akkor miért nem az szerint viselkedsz? Bűnös, akinek Isten megbocsátott. Akinek Isten, akin Isten irgalmat gyakorolt. Szent Ferenc tudta, hogy bűnös, és az szerint viselkedett, és ezért tele volt hálával és örömmel. És nem a másik bűnöst piszkálta, hanem bűnbánatban és hálában élt. Mert annál nagyobb öröm, hogy felismertem, hogy mekkora bűnös vagyok, és felismertem, hogy Isten irgalma milyen nagy, ennél nagyobb nincsen. És ez naponta ott van mindegyikünknél. Azért nem árad túl az öröm bennünk, mert nem tudjuk, hogy mennyire szeret az Isten. Minket, bűnöseket. És nem az szerint viselkedünk. És mivel nem fogadjuk el, hogy bűnösök vagyunk, ezért mindig a másik bűnét piszkáljuk. És azzal vagyunk elfoglalva. Miért bocsássak meg? A szemet-szemért gondolkodás, amiről nem szabad azt gondolni, hogy hát ez csak az Ószövetségben volt így, elég kitartó ez a gondolkodás, ez a lelkület. Ez a gondolkodás kerül minden megbocsátást. Miért én tegyem meg az első lépést? Hiszen engem bántottak meg. Ha ez az alapállásunk, akkor csak tovább nőnek a szakadékok köztünk, és úgy tűnik, hogy nem is lehet már áthidalni. Ilyenkor nagyon ritkán ismerjük el a hibáinkat, a bűneinket, gyakran próbáljuk igazolni magunkat, és pontos leltárt őrzünk a másik bűneiről és a mi erényeinkről.
hogy én nem vagyok olyan, mint az a másik. Nagyon egyszerű felismerni, hogy mikor nem akarsz szeretni. Amikor vádaskodsz és gyártod az önigazolást. Ekkor nem akarsz szeretni, maximum győzni a másik felett. Miért bocsássak meg? Erre az első válaszom az, mert nekem Isten megbocsátott. Ő a forrása mindennek. A megbocsátásban mindig Isten a kezdeményező. Az ő szeretete mindent megelőlegező, mindent megelőző és elébe menő szeretet. Nem tudjuk megelőzni Istent a megbocsátásban és a szeretetben. És azért tudok megbocsátani, mert ő már megbocsátott. Azért tudok szeretni, mert ő már szeretett. Azért tudok irgalmas lenni, mert velem már irgalmasságot gyakorolt. Miért bocsássak meg? Mert annak az atyának vagyok a gyermeke, aki megbocsátott. És azért kell megbocsátanom, mert nekem parancsom van arra, hogy megbocsássak. És nem kaptam felmentést. Jézus nem mondta azt, hogy bocsáss meg, de annak nem kell. Csak ennek kell megbocsátanod. Nincs felmentés, akkor se, hogy hát bocsáss meg, de ha beteg vagy, nem kell. Vagy ha fáradt vagy. Miért bocsássak meg? Mert az evangéliumokban egyértelmű, Isten úgy bocsátja meg a vétkeimet, ahogyan én megbocsátok az ellenem vétkezőnek. Miért bocsássak meg? Mert nem vagyok állat. Az állatoktól nem csak az különböztet meg bennünket, hogy gondolkodó lények vagyunk, hanem az, hogy képesek vagyunk megbánni a tetteinket, és megbocsátani. Erre az állat nem képes. Elgondolkodtató, hogy Isten egy napon teremtette az állatokat és az embert. Nem sok választ el bennünket. Időben, egymástól. És ha nem bocsátok meg, akkor állati módon viselkedek. A megbocsátás az nem természetes, hanem természet fölötti cselekedet. És erre a természet fölötti cselekedetre a természet könyörtelen törvényén való felülemelkedésre csak az ember képes, az állat nem. Mi van, ha nem bocsátok meg? Amikor nem bocsátunk meg, akkor odaláncoljuk magunkat ahhoz az embertársunkhoz, akinek nem tudunk és nem akarunk megbocsátani. És ő a markába tart bennünket. Jezsuita atyák végeztek ilyen szemináriumot, hogy olyan házaspárokat hívtak meg, akik elváltak, a házaspár egyik tagját, aki elvált, meghívták erre a szemináriumra, és az volt a feltétel, hogy csak olyan jöhet, aki 5 éve nem kommunikált azzal, akitől elvált. Se telefon, se levél, se találkozás, semmi. És
Amikor végigcsinálták a megbocsátás szemináriumát, azt kérték tőlük, amikor vége volt, hogy jelentkezzenek, hogyha valami történik. És ha jól tudom, nagyon régen olvastam ezt a szemináriumot, ha jól emlékszem, akkor kivétel nélkül mindenkivel megtörtént az egy hónapon belül, hogy a világ másik részéről hirtelen előkerült a társa. Fölhívta, írt neki, kereste a kapcsolatot. Ez arra példa, hogy micsoda gyógyító ereje van a megbocsátásnak és a kiengesztelődésnek. Amíg nem bocsátok meg, addig oda vagyok láncolva a másikhoz, és hát láttam ilyen filmet, ahol a rabok menekülnek, de úgy menekülnek, hogy össze van bilincselve a lábuk meg a kezük. Elég fájdalmas ez a menekülés. Amikor nem bocsátok meg, akkor igazából bezárom magamat a saját érzelmeim börtönébe, és olyan vagyok, mint a majom a ketrezbe, rázom a rácsot, és mutogatok kifele a rács mögül, hogy te vagy az oka. A poén az, hogy a kulcs belül van. Nem kívül. Csak én engedhetem ki magamat. Mert én zártam be magamat azzal, hogy haragszom, hogy gyűlölöm a másikat, és nem bocsátok meg neki. A saját érzelmeim börtönébe, ketrecébe zárom magamat, és közben folyamatosan azt hiszem, hogy a másik az oka annak, hogy én ebbe a börtönbe kerültem. Ha megsértenek, sokféleképpen lehet reagálni. Attól függ, hogy hol tartasz a szeretetben, nem attól, hogy milyen erős volt a sértés. Attól függ, hogy te hol tartasz a szeretetben. Mert ha megsértenek, ha sehol nem tartasz, akkor azonnal visszasértesz, vagy pedig elkezd el azon gondolkodni, hogy hogy tudnám eltenni láb alól, mert itt is tarthatsz a szeretetben. De eljuthatsz odáig is, hogy az első gondolatod az, hogy hogyan tudnék megbocsátani, vagy hogy tudnám szeretni most őt, vagy hogy tudnék növekedni most ebben a helyzetben, amikor a másik engem megsértett. Hogy tudnék a szeretetben növekedni? Az, hogy én hogy reagálok a sértésre vagy a bántásra, az nem azon múlik, aki engem megbántott. Az azon múlik, hogy én hol tartok, vagy hol nem tartok a szeretetben és a megbocsátásban. Ehelyett viszont, mivel ezt nagyon nehéz beismerni, hogy hol tartok, vagy hol nem tartok, azonnal őt teszem meg bűnbakká, rázom a rácsot, és mutogatok a rácson belülről, mert ő az oka, hogy bent vagyok. Ő csak rálépett a lábamra. Lehet, hogy véletlenül volt. Én pedig akkora patáliát csaptam, nem véletlenül. Hogy hol tartok a szeretetben, ez azt mutatja meg. Vagy hol tartok a megbocsátásban. És amikor megbocsátok, akkor szabaddá válok. Kijöttem a ketrecből, a saját érzelmeim ketrecéből. És újra lehetőség van a kapcsolatra. Mi van, ha megbocsátok? A megbocsátás elsősorban és gyakran egyedül annak jelent gyógyulást, aki megbocsát. Amikor őszintén megbocsátunk valakinek, akkor szabadon engedünk egy foglyot, és ez a fogoly mi magunk vagyunk. Nem a másik zárt be, akármennyire is esküszöm arra, hogy jó az oka. Nem tartok sehol a szeretetben, vagy még csak itt tartok. És annak nem ő az oka. Annak én vagyok az oka, hogy hol tartok. A szeretet és az ellenség szeretet útján, amelyre Jézus példát adott nekünk. Ha megbocsátok, akkor képes vagyok megszakítani a vádaskodás ördögi körét. Amikor vádolok bárkit, akár magamat,
akkor a vádlónak a csapdájába estem. A vádló a gonosz. A Szentlélek nem vádol senkit. A Szentlélek a védőügyvédem. Ő azonnal mellém áll. Nem fölment, hanem mellém áll, és segít. Amíg vádaskodok, addig nyitott kaput adok a gonosznak, a vádlónak, aki mindig megaláz, és megalázza a másikat is, akit vádolok. Ellene kell mondani a vádaskodás démonának, hogy tűnjen el. Jézusnak van hatalma, és Jézus nevében neked is van hatalmad ellene mondani. Önmagamat se vádolni kell. Nem vádolni kell magamat. Nem azt mondta Jézus, hogy vádold magad, szégyeld magad, utáld magad, hogy ilyen vagy. Azt mondta, hogy tarts bűnbánatot. A bűnbánat tartás a legfelszabadítóbb dolog. Átadom a terheket, és szabad vagyok. Amíg vádaskodok, akár csak magamat is, addig magam körül forgok. Az olyan, mint a bugocsiga. A gonosznak csak nyomkodni kell. És én pörgök. Nagyon egyszerű munka. A lényeg az, hogy magam körül forogjak, ne Isten körül. És erre nagyon jó eszköz az, hogy hát csak szúgyod, szégyeld magad, vádold magad, úgy van, tessék. Fel kell ismernem a bűnemet, és nem vádaskodnom kell, hanem odállni az atya elé, hogy vétkeztem, bocsáss meg. Ez a legegyszerűbb mondat. És megbocsát. És azonnal beárad a kegyelem a szívembe. Amikor megbocsátok, akkor egy nagyon veszélyes dolgot csinálok. Kiengedem az igazságszolgáltatást az én kezemből. Átadom Istennek, és kockáztatok, mert nem biztos, hogy a javamra dönt. Amikor ő megbocsát. Amikor megbocsátok, lemondok a bosszúról. A bosszú legkifinomultabb formája és a leggyilkosabb formája a pletyka. Ez a legkifinomultabb bosszúállás. Miközben nem tartjuk annak. Ferenc pápa bűnténynek hívja a pletykát. Keresztény katolikusok számára is. Mi ezt nem tartjuk bűnnek, meg se szoktuk gyónni. Természetes, hát beszélnünk kell róla, és közben bosszút állok a másikon, aki bűnös. Ha hajlandó vagyok elengedni az adósságokat, azért, mert az enyémet elengedte az Isten, amíg nem bocsátok meg, nem fogtam föl, hogy mekkora irgalom Isten, mekkora szeretet az Isten, és azt se fogtam föl, hogy én milyen bűnös vagyok. A legnagyobb szabadság felismerni azt, hogy mennyire bűnös vagyok. És mekkora ajándék, hogy az Isten értem, meghalt. A bűn és a bűnös provokálja az Isten szeretetét és vonza. Milyen Isten az, aki akkor hagyja pont magára a gyermekét, amikor bajban van? Mi pedig azt hiszük, hogy ha bűnt követtem el, Isten magamra hagy, és majd ha rendbe tettem a dolgaimat, újra fog szeretni. Ez a keresztény önmegváltásnak az akciója, hogy jelentem, tisztába tettem a pelenkából magamat. Ezer akciónk van. Ahelyett, hogy oda mennék Istennek, Istennel, és azt mondanám, hogy baj van, tegyél tisztába. Ez ilyen egyszerű, mert az ő gyermeke vagyok. És nem fogja azt mondani, hogy hát ez nagyon büdös. És nem fog fintorogni se, hanem melyik anya az, amelyik nem teszi tisztába a gyermekét. Ha ti meg tudjátok tenni, azt hiszitek, hogy Isten nem,
miért gondoljátok, hogy nagyobbak vagytok, mint ő a szeretetetekben? Nem csak azt kéri tőlünk, hogy bocsássunk meg, hanem, ami még nehezebb, szeressétek ellenségeiteket. Én majdnem ott hagytam a papságomat egy évvel a szentelés után azért, mert ezt nem tudtam megélni. Mert az ellenség szeretet volt a megtérésem után a legfontosabb, még a katonaságnál, és elindultam ezen az úton, és ez nyűgözött le a legjobban, hogy szerethetem az ellenségeimet. Csak akkor még azt gondoltam, hogy az ellenség szeretet abból áll, hogy én nem fogok lőni, mert katona voltam éppen, és engem nem lehet megtanítani ölni az ideológiák nevében. Ennél sokkal több az ellenség szeretet. De így kezdődött. És amikor pap lettem, egy évvel a szentelés után, akkor nagyon szenvedtem, mert nem bírtam megbocsátani az ellenségeimnek, és nem tudtam szeretni őket, és úgy gondoltam, hogy így nem lehet kiállni, prédikálni. És úgy gondoltam, hogy el kell menni. Mint mindig, Isten megint elkérte az én forgatókönyvemet, és odaadta az övét. Az enyém nem működött. Az övé igen. Újjáteremtett a Szentlélekben. Ezt nem mesélem, mert akkor nem mentek haza. A világ egyik legjobb sztoria volt. De az ellenség szeretetet én élesbe kellett, hogy tanuljam. Nem csak akkor, amikor a megtérésem után a katonaság alatt folyamatosan kezelésbe vettek, fizikailag is, meg pszichikailag is, és lelkileg is, hanem például akkor, amikor diákonosként negyedévesen eltávolítottak újra a központi szemináriumból. És mivel én mindig nagyon kicsi voltam, és hát most már nem vagyok sovány, apámra ütök, és ahogy öregszem, pont úgy nézek ki, mint ő, méretre, mindenbe, de mivel nem volt fizikai erőm, sovány voltam és kicsi, ezért volt egy fegyverem, a nyelvem, és nagyon mérgezően tudtam használni. A gúny, a cinizmus fantasztikus fegyver. És ha az beindult, akkor a másik összeomlott, hogyha én elkezdtem a nyelvemmel vétkezni. És gyakran vétkeztem. Na, amikor engem kiraktak, akkor az előjárom megalázott a többiek előtt, és hát én is őt nagy kéjjel. És utána égtem, iszonyan égtem, hogy Krisztus követőként hogy engedhettem meg magamnak ezt, és nem tudtam neki megbocsátani. És a lelkivezetőmnek elmondtam, hogy hát most te feloldozol, kimegyek, és már jöhetek is vissza. Mert ha eszembe jut, akkor biztos, hogy újra fogom mondani. Mondj már valamit, mit csináljak. És akkor azt mondta, hogy hát nagyon egyszerű, ezért az emberért kezdj el imádkozni naponta, és ne szövegelj, csak mondd azt Jézusnak, hogy áld meg őt, és áldj meg engem. Kérdeztem, hogy érezni kell valamit? Mondta, hogy nem. Csak mondd ki. És én minden nap kimondtam. Nagyon érdekes dolog volt, engem kirúgtak a központi szemináriumból, aztán eltávolítottak Budapestről is, hogy Szegeden lakhattam, és jártam föl vizsgázni ide a központi szemináriumba, és egy fél év eltelt úgy, hogy nem találkoztunk az illetővel, és jöttem októberbe vizsgázni, nem tudtam, hogy jön, mert egy sarkon találkoztunk. Biztos, hogyha látjuk egymást, akkor nem találkozunk, mert mindegyikünknek lett volna jobb dolga is, de nem tudtuk, hogy jön a másik, mert
A sarkon találkoztunk. Egy fél év telt el, és én minden reggel áldást imádkoztam ő érte, meg magamért, és amikor találkoztunk, akkor így ránéztem, és tele voltam hálával, és így köszöntem neki. És annyira zavarba jöttem, mi történt velem, mert nem így kellett volna. Utoljára nem így beszéltünk egymással, ő is nagyon zavarba jött, hogy most mi van. Hát ott zavarunkba egy-két kérdést föltettünk egymásnak, aztán elköszöntünk és mentünk tovább, és én megálltam, és elkezdtem örülni, hogy működik az ellenség szeretet. Ilyen egyszerűen. Javaslom, hogy gyakoroljátok. Ki az ellenségem? Nem az, akinek a politika kikiáltja. Nem az, akinek a családom azt mondja, hogy ők az ellenség. Az ellenség az, akinek a jelenlétében megváltozik a viselkedésed. Nem tudod saját magadat adni. Összeszorul a gyomrod, torkodba dobog a szíved, izzad a tenyered, és ha ezeket nem produkálod, mert olyan jól tudsz uralkodni mindenen, még a vegetatívon is, akkor is, akinek a jelenlétében nem tudod önmagadat adni, ő az ellenség. Lehet, hogy épp a feleséged vagy a férjed. Minél jobban szeretsz valakit, annál jobban tudsz gyűlölni. De nem baj, ez benne van a pakliba. Isten így teremtett. Nem angyalnak teremtett, hanem embernek. Ő belekalkulálta, hogy a szabadságoddal ez együtt járhat. Hát ő adta a szabadságot, vagyis kockáztatott, mert azt akarta, hogy szeressük, meg egymást is. És ehhez szabadság kell, és ha nincs szabadság, akkor nincs szeretet, ha nincs szabadság, akkor nincs bűn, mert rosszul döntöttünk. Ő ezt belekalkulálta. Azt szeretné, hogy a lehetőséget ismerjük fel. Ha először is, ha azt gondolod, hogy nincs ellenséged, akkor én azt csináltam egyszer, készültem egy előadásra, és akkor eszembe jutott, hogy hát én nekem alig van egy-kettő nehéz emberem, nem ellenségnek hívtam, hanem nehéz embernek. Jobb, ha így közelíted, mert akkor tovább jutsz, mert az ellenség az nagyon karakterisztikus fogalom. A nehéz emberedben több van. Na mindegy, én azt gondoltam, hogy nekem alig van. És elkezdtem gyanakodni, hogy azért nem lehetek ilyen jó fiú. És azt kértem a Szentlélektől, ez a bűnbánati résznél jutott eszembe a mise elején, hogy van-e? És akkor három eszembe jutott, de mondom, át azért ennyire nem lehetek jó fiú. És azt kértem a Szentlélektől, hogy mutasd meg nekem, hogy kik az én nehéz embereim. Már 15 éve ott voltam a Szent Imrébe. Meghallgatott. Egy hónapon keresztül minden mise elején elém hozta azokat, akik az én ellenségeim. Na, ezt már, azt mondta, ez már reális. Ez már én vagyok. És nagyon hálás voltam, mert elkezdte gyógyítani az Isten a kapcsolataimat. Mert semmi más nem csináltam, mint megköszöntöm, hogy vannak. Másképp nem növekszem a szeretetben. Az, aki engem dicsér, az nem sokat segít ebbe. Jól esik, de aki nehéz, ott az izgalmas, hogy hogy lehet növekedni a szeretetben egy ilyen kapcsolatban. És akkor gyakoroltam az áldást, és elkezdett gyógyulni minden kapcsolat. És megdicsült az Isten. És püspökként, ha plébánosként volt, püspökként még több van. Mert a püspöknek hatalma van, és dönt. Hát úgy nem tudok dönteni, hogy mindenkinek jó legyen. Úgyhogy van ellenségem, bár
Még nem kértem meg a Szentelket, hogy mutassa meg minden. Óvatos voltam. De amikor eszembe jutott, és egy hónapja történt, eszembe jutott, hogy nem imádkozom az ellenségeimért. És egy nagy mulasztás. Azóta minden nap azzal kezdem az imáimat hajnalban, hogy áldást kérek minden ellenségemre. És előkerültek. De már nem úgy, csőre töltött pisztollyal, hogy na, hanem a beszélgetésében kiderül, hogy hát ott is volt valami. Meg ott is volt valami, itt is volt valami. Elkezdett gyógyítani az Isten. És ez nagyon jó. Mert van esélyem, hogy növekszem a szeretetben. Ez az életnek, a föld életnek a célja, hogy a halálunkig növekedjünk a szeretetbe, hogy ha meghalunk, akkor belenőjünk a mennyországba. A tökéletes szeretetbe. Ahhoz, hogy szeretni tudjam az ellenségeimet, először is be kell ismerni, hogy van. Ez nem könnyű, mert a magunkról alkotott ideális keresztény katolikus képben nem illik, hogy nekem ellenségeim vannak. Másnak lehet, de nekem nincs. Én jó fiú vagyok. Be kell ismerni. Fel kell ismerni, be kell ismerni. És azt is be kell ismerni, hogy haragszunk. Ezt se szívesen mondjuk meg, mondjuk ki. Nem tanítottak meg bennünket arra, hogy mit kezdjünk a haragunkkal. Nekem például el kellett folytani a haragomat, mert ha kimutattam, megpofosztak. Egyszerű volt. Ha még szép, hogy nem fogom kimutatni, hát azért... És ezért jól lenyomtam, aztán lett belőle baj. Van, aki nem lenyomja, hanem kiborítja. A harag olyan, mint a sósav. Azt az edényt marja, amelyikbe tárolják. Egy csomó betegség, pszichoszomatikus betegsége van a keresztényeknek azért, mert nem tudják kezelni a haragjukat, és nem bocsátanak meg. Tárolják. És az kihat. Minden irányba. És ott fog kiütni, ahol a leggyengébb vagy. A testedben. Az idegrendszeredben, vagy bárhol. A harag, az, ha tárolod, téged mar szét. Ha rálottyintod a másikra, égési sebek lesznek a sósavtól. Mit lehet csinálni a haragunkkal? Egy középkori misztikustól olvastam ezt, hogy a harag olyan, mint az istállóban a trágya. Ha összegyűjted az istállóban a trágyát, akkor az bűzös, maró folyadékot ereszt, és a szaga se jó. De ha ezt a trágyát kiviszem a mezőre, kiterítem, süti a nap, esik rá az eső, akkor ebből a trágyából élet fakad. Ez történik a haragunkkal. Ha én kiterítem Isten szeretetének a mezőjére naponta, abból ő nekem életet fakaszt. Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Még a bűnt is a javunkra fogja fordítani az Isten, ha átadjuk neki. Ha az ő szeretetének a mezőjére terítem a bennem lévő haragot, nem elfolytani kell, nem rálöttyinteni a másikra. Valaki azt mondta, hogy azért kellett a választott népnek 40 évig gyalogolni a pusztában, meg kellett tanulniuk kiborulni az Isten előtt. És nem az egyiptomiakra, meg a többiekre, hanem Isten előtt kiborulni. Isten előtt kiborulni, és az ő szeretetébe átadni, kimondani a gyűlöletemet a legőszintebben, hogy Uram, olyan boldogan megfojtottam volna. Tehát
szégyeltem volna magam meg, de hát ezt éreztem. Isten soha nem jön zavarba a bűneinktől. Egyedül őt nem tudod zavarba hozni, mert ő tudja, hogy ki vagy. Azokat a bűneidet is ismeri, amelyekről te nem ismersz beszélni, és nem ismered megközelíteni, mert meghalnál, ha meglátnád. És mégis szeret. Sőt, ezzel együtt szeret. Mert ezért halt meg. Amikor beismerem, hogy van ellenségem, beismerem, hogy van harag bennem, akkor le kell mondanom a bosszúról. Na, hát ez nem könnyű. Olyan jól esik bosszút állni. Hát például a pletykával, vagy más módon. Nagyon kifinomult eszközeink vannak arra, hogy hogy bosszulom meg a másiknak azt, hogy velem ezt tette. Amikor megbocsátok, akkor Isten kéri a lajstromot. Ha kiengesztelődök, akkor kéri a fénymásolatokat is. Mert őrizzük. Ez a bizonyos, te beszélsz, és akkor 10 évvel ezelőtti bűneit úgy kimondom neki, hogy te ne beszélj nekem, hát te akkor is, akkor azt csináltad. Ez azt jelenti, hogy nem bocsátottam meg. Pedig én azt mondtam, hogy én megbocsátottam. Csak éppen a fénymásolatokat őrizgettem, és azonnal elővettem, amikor kellett. Persze a saját erényeimről is van fénymásolat, hogy én bezeg mit megtettem érted. Ez alatt az idő alatt. Na mind a kettőt kéri az Isten, hogy add át. Mert csak ő tudja jól kezelni. Amikor lemondok a bosszúról, amikor átadom a fénymásolatokat is, ez akkor történik meg, amikor, tehát akkor bocsátottál meg a másiknak, és akkor engesztelődtél ki, amikor, ha hallasz róla, találkozol vele, eszedbe jut, nem mozdul ki a szíved. Amíg kimozdul, addig nem történt meg. Csak azt hitted, hogy megtörtént. És nagyon szeretted volna. De nem történt meg, mert a szíved kimozdult. Amikor elengedtem az adósságokat, átadtam a fénymásolatokat, akkor javaslom, hogy gyakoroljátok ezt az áldást. Az ellenség szeretet első és legegyszerűbb formája az áldás, és utána, hogyha elkezd gyógyulni a kapcsolat, akkor kezdj el jót tenni vele. Ne azért, hogy bosszants, hogy milyen jó vagy te, mert ezért is lehet, hanem azért, hogy segítsd őt kiszabadulni abból a helyzetből, amiből a bűn és a gonoszság fakad a szívében. Az emberiségnek vissza kell térnie az alázatos, szerető Istenhez, aki csak irgalom, nem egy tulajdonsága Istennek az irgalom, hanem ő az irgalom. Újra rá kell találnunk a gyengédség, a kedvesség, az erőszakmentesség, a megbocsátás tanítására, és újra fel kell fedeznünk, hogy milyen hatalmas ajándék, hogy ennek a Istennek vagyunk a gyermekei, fiai és leányai, és képmásai. Bűnt követtem el, mert több mint egy órát beszéltem. Bocsánatot kérek. Ennyi. Köszönjük a Jézus Krisztus, Zajmos Márta, még szép estét. A kérdésem az lenne, hogyha valaki nem kér tőlünk bocsánatot, és lehet, hogy nem is tudja, hogy mi valami miatt haragszunk rá, neki hogyan lehet megbocsátani? Nem régen az Uránia moziban voltam. Meghívtak, mert
A Varga Ágota készített egy filmet, először a tartótisztről, most pedig a bokor jelentésekről. És mert én a bokor közösségnek voltam tagja 1975-től 82-ig, aztán megszakadt a kapcsolatom a bokor közösséggel, mert megtapasztaltam a Szentlélekben való újjászületés ajándékát, és ott hagytam a bokor közösséget, és csatlakoztam a karizmatikus megújuláshoz, és legnagyobb döbbenetemre meghívtak erre a filmre, illetve a film utáni beszélgetésre. És azért hozom, mert kapcsolódik ahhoz, amit kérdeztél, ott a beszélgetés vezetője abba az irányba vitte el a beszélgetést, amit a beszélgető társaim is nagyon szorgalmaztak, hogy hát a Magyar Katolikus Püspöki Kar nem kért bocsánatot. A Bulányitól és a Bokor közösségtől pedig mennyi mindent elkövetett a Bokor közösséggel szembe. És amikor hát rám került a sor, akkor én azt mondtam, hogy én azért lettem a Bokor közösség tagja, mert nekem rendkívül imponáló volt, hogy ez a közösség azt akarja megélni, illetve radikális Krisztus követést akar megélni. És mondtam, hogy én nem tudom elképzelni Jézusról azt, hogy megölik, föltámad, és utána megkeresi a főpapokat, és azt mondja, hogy elfelejtettetek bocsánatot kérni tőlem. Ha követem Krisztust, akkor ez nem kell. Nem azt kéri, hogy kérjenek tőletek bocsánatot, hanem azt kéri, hogy bocsássatok meg. És ő úgy bocsátott meg, hogy a másik nem kért tőle bocsánatot. Se a gyilkosai, se a még a tanítványai se, legalábbis nem szerepel az evangéliumokban, hogy sorra elé ment volna mindegyik tanítvány, bocs, hogy elfutottunk, bocs, hogy ott hagytunk, bocs, hogy megtagadtunk. Tehát ez az egyik, amit még azt mondtam ehhez a témához, hogy hát mivel én akkor bokor tag voltam, most meg püspök vagyok, akkor most mi van? Akkor én azt mondtam, hogy én bokortagként nem kíméltem a püspököket. Ahogy bírtam, oda vágtam, úgyhogy mondom, akkor én most bokortagként bocsánatot kérek, bár én elmentem a paskai bíboroshoz, ő volt a püspökön Veszprémbe, meg később is kapcsolatban voltunk, és én bocsánatot kértem tőle azért, amit bulányistaként ellen elkövettem. Mert nekem az volt az alaptételem akkor, amit a Jóisten szépen megdöntött, hogy magyar püspökben nem működhet a Szentlélek, mert elárulták az egyházat, mert együttműködnek a kommunista diktatúrával. Ez volt az én 18 éves alaptételem. Vagy 20 éves voltam, amikor ezt megfogalmaztam, és én ehhez ragaszkodtam. De a Jóisten meg én hozzám ragaszkodott, és ezért szépen lassan megdöntötte ezt a tételt, például azzal, hogy a paskai püspök úr mindig a Szentlélek eszköze volt, ha ő nincs, és nem lép akkor, amikor segítségre szorultam, akkor én nem állok itt most. És meggyőzött a Jóisten arról, hogy nem igaz, amit mondasz. Na, én elmentem és bocsánatot kértem, és mondtam, én úgy tudom elképzelni ezt, hogyha a bokor közösség odáll a Krisztus nevében, akit követ, a magyar püspöki kar elé, és azt mondja, hogy szeretnénk bocsánatot kérni azért a sok bűnért, amit elkövettünk ellenetek, akkor egyenlő a dolog, hogy akkor a püspöki kar is azt mondja, vagy bármelyik kezdheti, de folytatni kell.
hogyha a püspökökkedik, akkor nekik kell odállni, igen, mi is bocsánatot kérünk, nem csak megbocsátunk, mi is bocsánatot kérünk azért, amit elkövettünk. Mondtam, én most éppen egy személyben egyesítem ezt a történetet, úgyhogy én most bocsánatot kérek, innét is, meg innét is, és aztán én bennem béke van. Visszatérve a kérdésre, mivel én ezt láttam Jézusnál, nem az a feltétele, hogy megbocsássak, hogy ő bocsánatot kér. A feltétele az, hogy felismerem, hogy Isten megbocsátott nekem. És amikor átjár ennek a szeretetnek, és ennek a megbocsátó szeretetnek a gyönyörű gazdagsága, akkor én tőlem nem kell bocsánatot kérni. Nem az emúlik. Amit mondtam a majom a ketrecbe, én nem attól leszek szabad, hogy te odaállsz a ketrecemhez, és azt mondod, hogy ne haragudj, persze jól esik, de ettől még nem gyógyultam meg a haragtól, akkor, amikor én azt mondom, hogy megbocsátok feltétel nélkül. Isten nekem feltétel nélkül bocsátott meg. Nem kérte azt, hogy először kérj bocsánatot, és akkor megbocsátok. Én azért tudok bocsánatot kérni Istentől, mert megbocsátott. Az ő szeretete megelőzte. Amikor én bocsánatot kérek, az már csak szeretet válasz. Isten szeretetére. Amikor bocsánatot kérek, akkor fölfogtam, hogy vétkeztem ellene, és válaszolok a szeretetére azzal, hogy bocsánatot kérek, és odaadom neki a bűnömet. Én ezt az utat fedeztem fel, lehet másképpen is, nekem ez járható. És nagyon betölt, hogy nem kell arra várnom, hogy a másik majd rájön, és bocsánatot kér. Én Istenhez akarok hasonlóvá válni, mert az ő képmása vagyok. És ezt akarom megélni, és hogyha nekem naponta meg kell élni azt, hogy elébe kell mennem a másiknak. Mert naponta vannak konfliktusok. Minél több emberre vagyok kapcsolatban, mivel fogyatékos vagyok, sérült vagyok, nem teljes a szeretetem. A bűn által én is sebzett vagyok, ezért mindig teszek olyat, amiről nem is tudom, hogy neki a fájt, föl se fogtam, csak amikor jelzi, akkor azért, mert Isten velem engem mindig megelőz a megbocsátásba és a szeretetbe, ezért én ő miatta szeretném ezt tenni. És nagyon jó. Mert abban a pillanatban, amikor megteszem, akkor nem megbicsülök se a magam szemébe, se Isten szemébe, hanem elkezdünk gyógyulni. És lehetőséget adok a másiknak arra, hogy ő is meg tudja tenni ezt a lépést. Én valahogy így láttam Jézusnál, meg így értettem meg az evangéliumba, ezt gyakorlom, nekem nagy szabadságot ad. És nem kell sakkoznom azon, hogy mikor fog már rájönni, meg addig úgyse fogok megbocsátani, de ezt, hogy kérje a bocsánatot, és akkor minden rendben. Lehet így is. Én ezt nem tartom rossznak, csak nem ezt láttam Jézusnál. És egyetlen mérték van. Úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. A világ nem mérce. Csak ő. És ha hozzá akarok hasonulni, már pedig nekem nem azért, mert püspök vagyok, hanem mert keresztény vagyok. Sőt, mert az atya gyermeke vagyok. Nekem ő hozzá kell hasonulni. Ezt próbálgatom. Nem csinálom jól, nem csinálom tökéletesen, de olyan atyám van, aki szereti a tökéletlen gyermekét. Én mindig szoktam neki mondani, hogy hát nem én alkottam magamat. Ezt édesanyámmal játszottam el egyszer. Ő nagyon nehezen viselte el, hogy keresztény lettem. Mármint ők keresztény katolikusok voltunk, de ilyen keresztény lettem, aki Krisztust akarja követni. Ez túl sok.
legyél vallásos, normális keresztény katolikus, aki, de hogy ilyen extra dolgokat csinálj. De persze volt bennem egy csomó csakadét, és pukkasztam a polgárokat, de akkor még csak kamasz voltam. A második, vagy a harmadik kamaszkoromat éltem, 20-valahány évesen, és a rettentően élveztem, hogy a szabadság ízét kóstolgathattam, és ezért nem úgy öltözködtem, nem úgy hordtam a hajamat. A hippi nemzedék. Úgyhogy hosszú volt a hajam, kicsit szakadt voltam, persze teológus, aki majd pap lesz. Na hát ez egy faluba, vasárnap délután, amikor az egész falu kimül egy beszélgetésén megjelenek egy vitorlás csapattal, ilyen matróz, Lukas matróz pólóba, meg szakállasan, meg torzomborzul. Édesanyám meglátott, és azt mondta, hogy az én lakásom ajtaját nem léped át addig, amíg meg nem borotválkozom. Mondtam, mama, baj van, mögötted van a borotva. Válasz, hogy lehetsz ilyen pimasz? Mondtam, hát valaki nevelt. Úgyhogy azóta tudom, hogy a mennyei atyával is ilyen egyszerű kapcsolatban vagyok, hogyha nem elnézi nekem, mert nem elnézik el a dolgaimat, hanem azon dolgozik, hogy kinőjem ezeket a dolgokat, és belenőjek a szeretetébe, és egyre kevesebb bűnt kövessek el. Van, amikor nincs könnyű dolga. Már a mennyei atyának velem. De nála türelmesebbet nem ismerek. Úgyse válaszoltam, de megpróbáltam. Gyöntösség a Jézus Krisztus, nekem az lenne a kérdésem. Mi van akkor, hogyha valaki Istennek nem tud megbocsájtani? Tehát olyan dolog történik az életében, próbálom közelebb, nem tudom ennél közelebb tenni, szóval olyan dolog történik az életében, ami nehéz, és ami egy nagy kereszt, és Isten nem mindig válaszol, és tudja azt, hogy nem élhet Isten nélkül, de mégis, tehát próbál visszamenni hozzá, de mégis ott van benne egy nagy neheztelés, hogy de Uram, ezt miért engedted meg? És ez egy nagy ellentmondás folyamatosan az Istennel való kapcsolatban. Szóval amikor Istennek megbocsájtani, ez tudom, hogy furcsa, mert hogy lehet Istenre haragudni, de ez néha előfordul. Sokszor nem kapunk válaszokat betegségekre, katasztrófákra, amelyek történnek az életünkben, és amelyeket Isten megenged. Nyilván, ami nagyobb, jobb érdekében, hogy egyszer majd az ő házában legyünk, de ezt nagyon nehéz akkor megérteni és elfogadni, és azért hálát adni Istennek akkor abban a helyzetben, pláne, hogyha ez hosszú ideig eltart, és az emberben ott van a fénymásolat, hogy oké, Uram, visszamegyek hozzád, de miért engedted ezt meg az életemben? Jogos a kérdés. Valamennyit nem értettem belőle, mert torzított a mikrofon. Amit megértettem, hogy miért engedi meg Isten, hogy ezek megtörténjenek, és miért nem... Megpróbálok válaszolni. Nem tudom azt, hogy miért engedi meg. A rossz, a tragédia, a bűn ugyanolyan misztérium, mint a szeretet. Van egy egyszerű válaszom, hogy Isten... Amikor alkotott, akkor kimondta a teremtésére, hogy ez jó. És nem azt mondta, hogy ez tökéletes.
hanem ez jó. Mivel teremtett létünk van, teremtett világban élünk, az azt jelenti, hogy véges, van kezdete és vége, azt jelenti, hogy mulandó, törékeny, sebezhető, elpusztul, stb. Tehát ez a teremtésben benne van. Ami nekem a fantasztikus Istenben, hogy nem megengedi, hanem benne van. Az Ószövetségben már a proféták felismerték azt, hogy Isten nem kívülről néz az eseményeket, hanem fogságba vonul a saját népével, Babilonba. Mert nem úgy van, hogy majd ha betartjátok a 10 parancsolatot, akkor én kihozlak titeket onnét, hanem a proféták azt mondják, hogy Isten benne van, belük ment fogságba. És ezt Jézus Krisztus halála, szenvedése, halála, föltámadása, emberré levése csak megerősítette számomra. Olyan Istenem van, aki együtt szenved velem. Persze én azt várnám, hogy hát van hatalmad, old meg. Miért nem segítesz? Ő pedig úgy gondolja, hogy az a segítség, hogy ott van velem. Nem tudom, miért így csinálja. De ebben abszolút biztos vagyok, és hiszem. Azért, mert élet és sors közösséget vállalt velem. És ez, amikor tudom, hogy ott van velem, akit szeretek, akármilyen szenvedés, tragédia, nyomorúság van, a helyzetet másképpen fogom átélni. Ha halálos beteg vagyok, és ott van a kedvesem, vagy a barátom, vagy a gyerekem, vagy a apám, vagy anyám, és nem tud segíteni, de fogja a kezemet, és együtt imádkozik velem, nekem sokkal jobb, és könnyebb. A megoldás nem az, hogy nem ér bennünket tragédia. Isten forgatókönyvében ő az egészet nézi, és mindent a mennyországgal együtt néz. A mi életünkben is. Mi csak azt látjuk, ami itt történik, ő pedig látja az egészet. Amiről nekünk fogalmunk sincs. Hihetünk benne, és itt nem olcsó magyarázatként nyomom be most ide a mennyországot. Ez a valóság, hogy örök életünk van. És az örök életünk távlatában szabad csak néznem a mai napot. Minden szenvedésemnek, áldozatomnak örök életű értéke van. És Isten úgy döntött, hogy élet és sors közösséget vállal velünk itt és odát. Ez az ő megoldása. Nem tudom miért, illetve csak gyanítom abból, amennyit én ismerek belőle, hogy ez is a szeretetért van. Nekem sokat jelentett az, hogy együtt lehettem olyan embertársaimmal, életközösségbe, mert befogadtam őket a plébániára, akik gyógyíthatatlan betegek voltak, akiknek a sorsát nem lehetett megváltoztatni, és csodálatos együttlétünk volt. Amikor a bárka közösséggel megismerkedtem, én ott tanultam Jean Vanier-től azt, hogy a sérült, a sebzett embereken keresztül a szeretet titka tárul fel számunkra.
egyetlen titka van ennek az életnek, a szeretet. Itt és odáig. Én csak innét tudom értelmezni a világot, az egyházat is, a szenvedést és a halált is, a tragédiákat is. A mi szemünkben tragédia. Látjuk a folytatást? Tudjuk, hogy mi történik? Van fogalmunk arról, hogy mi történik abban az emberben, aki mondjuk az eszméletét vesztette? Mi azt hiszük, hogy hát ez rettenetes. Nem tudjuk, hogy mit él át. Mi csak abba hiszünk, amit tudunk, látunk, meg tudunk magyarázni. Aminek szerintünk értelme, értéke van. Alig fogunk fel valamit a létből és az egészből. Mivel sok szenvedővel találkoztam, és én is sokat szenvedtem, megtanultam elhallgatni a szenvedés láttán. Nem le tudtam csendesíteni azt a kérdést magamban, hogy de miért, 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 miért? És szép csendesen egyetlen dolog erősödött hangá bennem, hogy szeress. Legyél szeretettel jelen, és minden más lesz. De ezt csak akkor tudom megtenni, hogyha már nem vagyok megsértődve Istenre, hogy miért engedte meg, hogy ilyen a világ, vagy ez velem, vagy a szeretteimmel megtörtént, mert hiszem, hogy szeretet, és abszolút biztos, hogy nagyobb jót adott nekik. Nem tudom, hogyan, de neki joga van nem az orromra köpni ezeket. Azt kéri, hogy bízzál bennem. Azt kéri, hogy higgy a szeretetemben. Annál brutálisabb, amit Jézussal tett, nincs. Egy ártatlan ember, aki az ő fia, hagyja, hogy kinyírják, és nem akárhogyan. Vérengző az Isten, ha nincs föltámadás, megváltás és örök élet. De ha van, akkor nagy péntek, nagy csütörtök és nagy szombat egészen másképpen néz ki. Csak nem lett vége a történetnek nagy pénteken, hanem folytatódott húsvétkor és pünköskor. Onét nézve, persze, hogy más, de egyedül Máriába volt annyi alázat és hit, hogy ez kibírta. Bennünk sincs. Ezért nekem, mivel nekem nagyon sokszor kell szembesülnem az egyház bűneivel és szenvedéseivel, naponta nagy segítség Mária, aki végigmegy Jézussal, és szó nélkül együtt szenved vele. Azért, mert tudja, hogy húsvét lesz. Mert ő elhitte Jézusnak. A tanítványok meghallották, de nem hitték el. Ő elhitte, hogy harmadnapra föl fog támadni. És minden tragédiára Istennek ez a válasz, hogy húsvét lesz. Hiszed ezt? A hitünk körülbelül annyit olyan krízisben van, mint Márta hite. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ki akar és számon kéri Jézus? Jogosan. Mert a barátja. Jézus azt mondja, hogy a testvéred föl fog támadni. Tudom, tudom. És akkor Jézus mondja, hogy én vagyok a föltámadás és az élet. Hiszed ezt? Hiszem. És erre Jézus azt mondja, akkor vegyétek el a követ. És Márta hite 2 perc múlva összeomlik. Mit mond? A tapasztalatot. Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Vagyis ne vegyük el a követ. Meg hát maradjunk annyiba, hogy hát cserbe hagytál bennünket. És akkor mi történik? Lázár jöjj ki. És a halott kijön. Isten válasza mindenre.
a feltámadás és az örök élet. Csak ezzel mi nem tudunk mit kezdeni, mert nem hiszünk benne. Bocsánat. A szánkkal igen. Minden krédóba elmondjuk. Itt is hiszed? Akkor is hiszed, ha azt mondja az orvos, hogy halálos beteg vagy. A napjaid meg vannak számlálva. Kinek jut eszébe először az, hogy köszönöm, hiszem, hogy van örök élet és feltámadás. Nem ez jut eszünkbe. Miért nem szeret az Isten? Ha, és ez a bizonyos ebben a történetben, Márta megfogalmazza a mi legalapvetőbb dolgunkat. Ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg. Ha, akkor. Ha szeretsz, akkor ez nem történhetett volna meg. És számtalan dolgot tudunk behelyettesíteni. És Isten válasza a feltámadás és az örök élet és a mennyország. De persze a mennyország a vallás ópiuma, mi ezt tudjuk. Nem hiszünk benne. Ha nincs mennyország, ha nincs örök élet, és nem oda át, hanem itt és most, és az örök élet az, hogy Isten velem szenved abban a helyzetben, ott van velem, nem hagyott el. Csak nem engedem meg neki, mert azt mondom, hogy ezt nem engedheted meg, hogy így legyen. Vagyis nem bízom a szeretetébe, csak abban, amit én tudok, hogy ez nem lehet így. Nincs bennünk alázat, és nincs bennünk hit. És Jézus keresi a hitünket. És ezen nem hamis vigasztalást akarok adni. Azért mondom, mert hajlandó vagyok ott lenni a tragédiát szenvedett, a elesett, a megtört, a szenvedő ember mellett. De csak ezzel a hittel. Különben perbe fogom az Istent, gyanúba fogom, hogy nem szeret, és hamis frázisokat pufogtatok a szenvedőnek, hogy nyugi, minden rendben lesz. Hiszünk a mennyországba, hiszünk az örök életbe, itt és most elkezdődött. Nem akkor ócska dolog, bocsánat, hogyha ez síralomvölgy, az pedig fantasztikus. De nem hiszünk abban, ami megtörtént a keresztségünkkor. Isten a sötétség birodalmából mindegyikünket áthelyezett a ő csodálatos országába. Ez szép szöveg, csak senki nem hiszi el. És lehet, hogy elhiszem, de nem úgy viselkedek. Én nem úgy élek keresztény katolikusként, mint aki már a megkezdett örök élet és mennyország birtokosa. Hanem azt hiszük, hogy hát, majd ki kell érdemelni valamikor. És ha jól viselkedtünk, akkor a magasabb osztályba léphetünk a végén. Nem tudjuk kiérdemelni. A kegyelem nem érdem. Ingyenes ajándék. Hinni kell benne és elfogadni. De nem fogadjuk el. És ezért nem jutunk oda. Bocsánat. Mert nem hiszünk benne, és nem fogadjuk el. Abba hiszünk, amit mi megcsináltunk, amit mi megvalósítottunk, amit mi látunk, amit mi értünk, amit én. Mikor kezdünk el bízni Isten szeretetébe? Amikor jól mennek a dolgok, persze, meg meghallgat az imánkat, bravó, tök jó Isten. Nem. Többről van szó. Nekem. Hát én egy olyan Istenbe hiszek, aki engem megmentett, áthelyezett a világosság országába. Én a világosság fiaként járom az utamat, akkor is, ha pislákol a világosság, akkor is. És hazavárnak. És az életem teljessége odát van. De ezt nem csak magamról hiszem, hanem mindenkiről, akiket Isten megváltott, és hogy mi van azokkal, akik nem hittek benne, nem ismerték Krisztus, stb. Bízzunk valamit a mennyei atya irgalmára is. Szabad, szerintem, hogy egy kicsit nagyobb a szeretete meg az irgalma, mint a miénk. Nem fog senkit kényszeríteni a mennyországba. Ez szabadon választott. Aki nem akar oda kerülni,
soha nem fog oda kerülni. De aki oda akar kerülni, és erre vágyakozik, bocsánat, van egy történet, és befejezem, mert nem megyünk haza, Viennei Szent János, az arciplébános, gyónok hosszú sora, megy a templomba, a gyóntatószékbe gyóntatni, és látja a sorba az egyik asszonyt, aki zokog. A Szent Plébános oda ment hozzá, és a következőt mondta neki. Ne sírjon, a férje a híd és a víz között megbánta a bűneit. Ezt csak egy szent látta. Mit tudunk mi arról, hogy mi történik velünk, amikor elveszítjük idézőjelben az agykontrollt? Mikor már nem az agyunk ural bennünket. Mi történik akkor, amikor megadom magam a szeretetnek? Mert egy új helyzetbe találkozom vele. Mi azonnal soroljuk, hogy nem juthat oda, mert nem járt misére, nem fizette az adót, perselybe sötett, meg különben is milyen volt a házassága. Csak abba hiszünk, amit látunk. Isten irgalma akkora, mint a föld és az ég közti távolság. Csak nem hisszük el. Így bekicsinyítjük, hogy kezelhető Isten legyen. A mi Istenünk, akit mi tudunk irányítani. Nem jó, hogy figyeltek, mert nem hagyom abban. Vége, majd jövök. Köszönjük szépen a mai estét. Köszönjük, Püspök atya, a szavakat és a gondolatokat, és zárásként egy áldást szeretnénk kérni. Végződjön ez a mai este. Hogy lássatok a mikrofontól. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket szeretetének gazdagságával, örömének túláradásával, és irgalmának bőségével a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg a mindenható Isten. Amen.